Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket mai online sajtótájékoztatónkon. Mióta a kormány nyilvánosságra hozta az oltási tervnek nevezett, a valóságban azonban egy elnagyolt, prioritási listának nevezhető kivonatot, azóta az egész ország azt találgatja, hogy ki melyik kategóriába esik, kit, mikor, hogyan, milyen módon fognak beoltani. Kormányzati részről a tisztességes kommunikáció hiánya nagyban hátráltatja a járványkezelést. Az MSZP éppen ezért a járvány kirobbanásának kezdetétől folyamatosan gyors, pontos, hiteles és teljes körű tájékoztatást követel. Egy világjárvány közepén egy életmentő vakcinával kapcsolatban ez lenne a minimum, amit elvárhatnánk egy kormánytól, ahogyan a szakemberek is már régóta ugyanezt követelik. A Fidesz képmutató módon mindig a keresztényi értékrendre hivatkozik, azonban folyamatosan azt látjuk, hogy mindig az elesetteknek, a leginkább segítségre szorulóknak fordít hátat. És most úgy tűnik, hogy ez ebben az oltási tervnek nem nevezhető anyagban is megmutatkozik. Ugyanis jelenleg azt sem lehet megállapítani, hogy például a hajléktalan emberek, akik rendkívül kiszolgáltatottak, mikor kerülnek sorra, és mikorúluk megfeledkezik-e a Fidesz, vagy be lesznek ők is oltva időben. De nincs ez így mindenhol. Példának hoznám fel Szlovákia esetét, ahol nyilvánosan letölthető formában megtalálható a részletes oltási terv. Néhány példát mondjak, hogy mennyire részletes ez az oltási terv. Szlovákiában egy átlag ember így oltathatja be magát. Kap egy oltásra való felszólítást az egészségügyi minisztériumtól. Aztán online regisztráció történik, és SMS-ben kap visszajelzést erről. Időpontot adnak neki, hogy mikor, hova menjen az oltásért, annak alapján, hogy az illető hol él, és van bejelentett lakhelye, vagy esetleg nem a bejelentett lakhelyén él, és ott fogja majd megkapni az oltást. SMS-ben is elküldik, hogy mikor, hová menjen. SMS-ben figyelmeztetik egy nappal előtte. Az oltáskor legfeljebb 24 órás negatív antigén tesztet kell felmutatnia. Ha teszten pozitív lenne valaki, annak 90 napot várnia kell, majd annak leteltével újra SMS-t kap, hogy regisztráljon. Az oltóponton kérdőívet kell kitöltenie az egészségügyi állapotáról. Orvosi vizsgálat következik, nyilvántartásba veszik azokat, akik egészségügyi jogból nem kaphatnak oltást. Írásos beleegyezést kell adnia az oltásra jelentkezettnek, hogy minden infót megkapott. Ezután beoltják, a beteg kortörténetébe beviszik, hogy beoltották, központi nyilvántartásba veszik, hogy beoltották, és betervezik az oltás ismétlést. Szlovákiában a következő sorrendben oltják a társadalmi csoportokat. Első hullámban az egészségügyiseket, katonákat és minden olyan embert, akik úgynevezett rizikós csoportokkal találkozhatnak, mint például a hajléktalan ellátásban dolgozók, az idős ellátásban dolgozók, minden ilyen szociális munkást. Következő hullámban veszélyeztetett betegeket, idős otthonokban élőket, a szociális otthonokban élőket, 65 év felettieket, dialízisre várókat, és hosszan sorolhatnám ilyen betegségtípusokkal kapcsolatos embercsoportokat. Következő hullám a tanárok, akikről Magyarországon valahogy kifelejtkeztek ebből az idézőjeles oltási tervből. Aztán pedig megint egy rizikós csoport következik, akik rendkívül kiszolgáltatottak, nem csak élethelyzet szerint, hanem egészségügyi állapotokat tekintve is. Például a hajléktalan emberek. Ről beszélünk ez esetben, akikről szót ejtettem sajtótájékoztatom elején, hogy nem szabad róluk sem elfelejkezni. A negyedik hullámban pedig mindenki más beoltanak Szlovákiában, vagyis minden 18 év feletti személyt. Sajnálatos a mai nap, egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, több mint 12 ezer honfitársunk hunyt el a járványhelyzet miatt. Mi az MSZP-ben baloldaliként úgy gondoljuk, hogy senkit sem hagyhatunk magára a teljes kiszolgáltatottságban, kiszolgáltatva a járványnak. Ezért felszólítjuk a kormányt, hogy ne tartsák nagyobb bizonytalanságban az embereket, hiteles, gyors és pontos tájékoztatást adjanak, növelve ezáltal az oltási kedvet.
Ezért az MSZP továbbra is követeli, hogy gyors, hiteles, pontos információ mellett egy részletes oltási tervet is adjanak a nyilvánosságnak, elérhető módon, letölthető módon, olvasható módon, hogy minden ember tudja, hogy ki mikor fog sorra kerülni, hogyan, milyen módon és milyen vakcinával fogják beoltani. És a legfőbb, hogy vigyázzunk egymásra, figyeljünk egymásra, figyeljünk azokra, akik teljes kiszolgáltatottságban vannak. Éppen ezért újfent felhívom figyelmet arra, hogy hajléktalan embertársaink oltása rendkívül fontos, mindenki más mellett természetesen. Senkit ne hagyjunk az út szélén. Köszönöm, hogy meghallgattak.